Koronázási díszmenet a Várban és a Lánchíd. Ezek a legelső Magyarországon készült mozgókép felvételek. A Lumière testvérek megbízásából 1896-ban forgatta ezeket egy francia operatőr. A digitálisan felújított érdekességeket az Uránia Filmszínházban mutatták be kedd este. A régi időkben megszokott kísérőzenét Szabó Ádám harmonikán szolgáltatta. Ez azért egészen különleges, mert ugye tényleg ezek fekete-fehér néma filmek, és nem tudom, hogy valaha volt-e ez megzenésítve, de szerintem nem. És ez nekem tényleg egyedülálló, hogy megkerestek azért, hogy egy harmonikával ezt így megzenésítsem. Ez körülbelül 10-12 perc hosszas lesz, és több különböző kis filmrészletből fog állni, de nagyon-nagyon izgalmas volt már ezen dolgozni is, és azért itt emberek előtt még izgalmasabb lesz majd előadni, de nagyon-nagyon várom, mert tényleg nekem is egy óriási élmény, hogy ilyen 125 évvel ezelőtti néma filmet én megzenésítettem. Megtisztelő volt, hogy rám bízták, tehát ez nekem egy óriási élmény, hogy valamennyire, ennyire, valamiben ennyire szabad kezet kapjak. A saját fellépéseim az már valamennyire azért, tehát van azért rutinom ebben. Viszont ez egy teljesen más szereplés, más adrenalin, mert ez tényleg szinte ilyen komfortzónán kívüli dolog. Egy mozgóképre kell nekem ott adott pillanatban ilyen timecode-ra dolgozni, és ugye a fellépéseken meg azért tudok beszélgetni a közösséggel, és itt meg minden megvan adva, minden percről percre pontosan, és ez teljesen más kihívás, viszont ez most nekem nagyon-nagyon izgalmas, és én nagyon várom, nem izgulok, hanem nagyon várom, hogy ez megszülessen ez a pillanat. A némafilmek bemutatása a budapesti klasszikus filmmaraton első eseménye volt. Vasárnapig többek közt a Szent István Bazilika előtt is lehet majd szabadtéren filmezni. Óriás vásznon vetítünk szerdától szombat estéig, 4 estén át. Kezdjük Jancsó Miklós Szegények című filmjével, aztán folytatjuk Giuseppe Tornatore, az óceánjáró zongorista legendája című filmjével, aminek ugye Koltai Lajos volt az operatőre, és ezért Európa filmdíjat kapott. Pénteken János Vitéz, Jankovics Marceltől fantasztikus családi programnak a lehetősége, illetve szombat este Steven Spielberg legjobb sci-fi filmje, a harmadik típusú találkozások kerül vetítésre, amelynek ugye az operatőre Zsigmond Vilmos volt, ugye Oscar díjat kapott ezért az alkotásáért. Bemutatjunk olyan filmklasszisokat, amik meghatározták az elmúlt 120 év filmtörténetét. Látható lesz szerintem hosszú idő óta először a Dracula, Lugosi Béla főszereplésével, de hát olyan vígjátékok is, mint a lenni vagy nem lenni, a sarokküzlet, szóval népszerű kategóriában is nagyon sok mindent fogunk bemutatni.